emlékműve a nemzeti léleknek és az szellemi, függetlenségnek. Mezopontia mondja, aki 100 nyelvet beszél például, elmondja, hogy nyelvjárás. Aki tud oroszul, az sok szláv nyelvet jól megért, aki tud csehül, vagy szlovákul, vagy valahogy lengyelül, ugye. Ezért van itt ott erő bennük, mert megértik úgy valahogy egymást, összefognak. Emlékszem, az egyetemen eljött egy szerb tudós, és mikor tanítottam, és az egyik ukrán kolléganőm, aki oroszt tanított és lélektan tanított, az letolta a szerbet mindennek, és veszekedtek a kommunizmus miatt, mert az ukrán nő az kimenekült, a szerbet kiküldték oktatni, és fizetést kapott, és letolták egymást mindennek, és egy-két üvegbor után indulangítottak, és énekeltek, és mi szlávok, azt mondja, mi testvérek vagyunk. Mezopontia elmondta, hogy az olaszhoz és a görögöz hasonlítva a magyar nyelv a legzenésebb nyelv a világon, és kitűnően használható költészetben, mert láttuk Arany János Petőfit és a többiek. És azt mondja, Ebersberg, a famous, a híres osztrák nyelvész mondta, hogy a magyar nyelv szerkezete. A harmóniás és tiszta és ütemes és rendezett. Tehát olyan agyat mutat, kérem, hogy tanítsák a gyermekeiket igen jó magyar nyelvre. Hogyha néhány akadózok, az azt jelenti, hogy bizony kétszer annyi ideig éltem idegen földön, mint itt. De igyekszem megtartani, és örömmel csinálom, hogy magyarul tudok, hát tudjuk csinálni a tudományt, és kutatni, és továbbvinni. De mikor az idegenek így vélekednek, Jakob, Ludwig, a Carl Grimm, akik híres könyveket írtak, elmondják, hogy javasolják, hogy a magyar nyelv lenne az egyetemes nyelv. Azaz, hogy politikai, tudományos, mint hogy a latinnal csinálták valamikor, a magyar nyelv lenne a legalkalmasabb nyelv az olyan munkára. Csodálatos. És ma már a gyerekek meg szabad választásuk van arra, hogy én nem akarok magyar nyelvet tanulni, és egy-két fél évben aztán inkább tanulok aerobicsot, hogy hagyjak a táncolni, vagy udrálni. Jó a levegő a tüdőnek, de viszont az agynak nem feltétlenül ugyanúgy jó, hogyha nem tanulunk nyelvet. Az írásról, nézzük csak! Az írás már több mint 3000 éven át volt használatban. Micsoda? 3000 éven át Egyiptomban, esetleg 5-6000 év óta, ha írunk. Tudós, művész, emberek, stb. Mi az, hogy képírás? Mi az, hogy én leolvasom a képedről, hogy ki vagy, mi vagy? Az nem kell ABC, ahhoz értelem kell. Tehát a képzőművészek, a szobrászok, a faragók, azok író emberek. Írni tudnak. És az ős, japán, kínai, és egyiptomi és egyéb írások, azok mind képírások voltak. Szemúri írások, azok képírások voltak. Ma már, amikor így írunk, ilyen betűkkel, arra azt mondjuk, hogy azok hangjelek. A Kodály csinált hangjeleket, és olyan gyönyörűen meg lehet tanítani a gyermekeket énekelni. Azonnal egyben tüstén meg lehet őket tanítani énekelni, csak kézjelekkel. Kodály módszerrel. És ezt tanítják világszerte. Jönnek Magyarországra zenét tanuló egyetemisták,
és megtanulják a Kodály módszert, hazaviszik és tanítják a többieket Kodály módra. Az pontosan az, mint az úgynevezett szépművészet, zeneművészet, építészeti művészet, az mind beszél. Hallottuk azt, hogy egy kép hány ezer szót jelent, ugye? Egy kép több ezer szónak az értelmét fejezi ki. Ha nem hiszünk el, akkor kérdezzünk meg egy művészet történészt, aki megmagyaráz egy képet. Egy vastag könyvben keresztül tudja magyarázni azt az egy képet. Tehát a képjelek beszélnek. Ezek az úgynevezett latin betűk, amiket elfogadtunk, köszönhetjük a papoknak, akik kiirtották a magyar rovásírást, elfogadtuk a latin betűket, ezek még hangjelek? Nem kérem. Ezek is képjelek. Csak már elfelejtettük, hogy hogyan. Az L betű, mint a láb, az azt jelenti, hogy figyeltük, láb, L betű, éppen olyan formája van, mint egy lábnak. A C betű, az pontosan kapóst jelent, az olyan, mint a, amiben kapni lehet. És angolul így is mondják, hogy kap. Abba lehet az italt, ami is abból kiisszuk. És ez így van végig. Ezek az ABC-k, ezek mind képjelek. Csak meg kell kérdezni dr. Balazoltánt, a Felvidéken, aki ezeket kidolgozta. Könyvében megírta. A magyar tanítók nem hajlandók odafigyelni, és a gyerekeket megtanítani arra, hogy amikor te írsz, akkor rajzolgatsz. Régen, mikor én első elemében jártam, emlékszem, hogy csináltak egy betűt, és oda tették a C-hez a cicát, meg az A-hoz az almát, de nem magyarázták meg, hogy az A betű például az egy bika fej. Mégpedig apát jelente. Az apa őst, mégpedig a bikát, aki az ős apa jelképe volt. A bika fejét jelentette, a nagy A betű az egy fej, az egy egyenes bika fej szemnézetben, szemközi nézetben, és a keresztbe húzott részét egy kicsit jobban meghúzzuk, ott van a két füle és a két szarva. A szemeket már kihagytuk, mert az órát már gyorsan kell írni, az írás tudóknak gyorsan kellett írni, hogy lejegyezzék, amit a papok elmondtak, vagy a király elmondott. A kis A betű, hát ez egy kicsit megfordult, kerek, szép fej, és a szarva itt van, a tetején már lehagytuk egy kicsit, a szarva még itt van. Ugye a kukacnál még meg is forgatjuk a villámlevélet. Azok képek, gyönyörű kép. Milyen jó lenne, hogyha elmennék egy elemi iskolába, és tartanák a gyerekeknek egy ilyen előadást a ABC-ről. És a gyerek rájönne, hogy hú, hát én rajzolgatok, hát én képeket csinálok, és nem csoda, hogy a szavaink azért kezdődnek, vagy hangzódnak úgy, ahogy, mert ezek a képek megmondják, hogy milyen hangokat kell adni. Még ezt a magyar ezt is a magyar kidolgozta, hogy minden hangnak adott egy jelet, egy képet. Amerikában, Franciaországban, több nyelveken a gyerekek így írnak, de úgy mondják. Nem csoda, hogy összekavarodnak. És amit mondtam, van diplomát kapnak, hogy vagy tud írni, vagy nem. És az bele van jelölve a diplomában, úgyhogy ha munkát keres, akkor a munkaadó oda néz, inkább nem. Köszönöm, nem. Így volt az, hogy egy magyar, mexikói és egy kínai három ember elment munkát keresni, és nem kaptak munkát, de eljutottak egy fatelepre, és a fatelep tulaj azt mondta, hát kipróbálok benneteket, megnézzük, hogy mit tudtok. Azt mondja, hogy szerezzetek lapátot és talicskát. Hogy hívják a talicskát nála? Legyen az, hogy szép kislány rajzolt nekem a kislány, gyönyörű kis képet itt van nekem. Szervusztok. Elmentek munkát keresni, és a főnök azt mondta, hogy találjatok a lapátot, talicskát, és ezt a kupac
fűrészport innen rakjátok át oda. Két óra múlva visszajövök, és lepjetek meg. El is ment, két óra múlva visszajött, ott volt a kupac ugyanúgy, ez a két ember ott áll, a harmadik eltűnt, nem tudja, hogy hova ment. Hát mi van? Nem találtunk lapátot, meg a taliskát, és így egyszer csak a fűrészpor mozog, és kiugrik az ember, és azt mondja, ha, megleptelek. Szóval azt jelenti, hogy nem értjük meg egymást, nem tudjuk, hogy mi a munka, nem tudjuk, hogy mit kell tenni. De hogy nem, megértjük egymást, az akadémikusok a Budapesti Akadémián úgy vizsgáznak, hogy minden kérdésre megválaszolnak, de a jó politikus, akadémikus, mikor én is egyetemre jártam itt Budapesten, akkor a legfontosabb tanulmányi osztály vagy kurzus a marxizmus-leninizmus volt. Művészetben megkészültem, marxizmus-leninizmus. És az utolsó kérdés az volt, na jó, kérem, mindenre megválaszol, de még egyet mondja, hogy kivizsgáljuk a logikáját, hogy a Rákosi elvtárs, emlékszünk rá? Beleesik a Dunába, Margit hídról, vagy az ablakon kiesett ott az AVH épületből, ahol térden rúgtak, mert egy szomszéd fiú kiszökött volna az országból, elkapták, és elmondta, hogy ismer engem, hát engem is behívtak és megutostak, nem majd. Ha a Rákosi elvtárs beleesik a Dunába, tud maga úszni? Igen, tudok úszni. Akkor jó akadémikus lesz magából, ha beúszik a vízbe, és menteni kell. De először egy gyerek esik be, akkor maga mit sem. Hát megyek a gyereket így. Megfogom, jó pofán vágom, elálljunk, megragadom a haját, és kiúszok vele. Nagyszerű, megmentette a gyermeket. Na és akkor Rákosi jártása mi lesz? Hát őt is, mint jó akadémikus, aki beszajkolta, megragadom őt, pufán vágom, elálljon, megragadom a haját, és kiúszom őt. Így tanulunk sajnos. És nem értjük meg, hogy szilvaszunk. És elmondják nekünk, hogy ősi írásunk 4-5 ezer éves. Hát azok, akik a barlangban 30 ezer évvel ezelőtt, ott Spanyolországban, Franciaországban egyedül, máshol, 40 ezer évvel ezelőtt kavicsokra rajzolt dinoszauruszokat ankusztikus módon, azaz, hogy a olvasztott a viasz színekkel, kavicsokra festett dinoszauruszokat ábrázolnak Szibériában lelt köveken. Hogyan emlékezett az ember a dinoszauruszokra? Hogyan? És most találtak nem régen több tízezer és több százezer éves emberi hagyományokat, szerszámokat és dinoszaurusz lábnyomokat, és mellette emberi lábnyomokat ugyanúgy bekövesedve a talajba. Ezt megtalálják, elismerik, elteszik a fiókba, és nincs hova szó többet. Egyszer megírják az újságba, onnan találjuk meg mi is, és akkor utána nézzük, elmegyünk Tamanába, és megnézzük, hogy az ott van, és aztán nincs tovább mese. De többieket nem érdekel, nem figyelnek oda. Így aztán az írás, ugye mi eltanultuk az írást az idegenektől. Persze az, hogy a Rosetta követ, Rosetta követ, amit 1799-ben találtak meg napóleoni katonák, amit Gödöt ástak, hogy majd onnan harcolnak, megtalálták három nyelven képírással, majd már folyamatos írással, koptik írással, és feljegyezték ugyanazt a szöveget háromszor, három írásban. Egy magyarul tudó, francia jezsuita pap segítségével oldották meg az értelmét ennek a könyvnek. Ezt elmondják a múzeumokban, a magyar könyvekben, az iskolában? Ezt el kell hallgatni.
romásírásai. A kínai romásírása és más romásíró nyelvekkel írott a anyagokkal és tényekkel a magyar betűk nagyon gyakran egyeznek. Tehát egy bizonyos kapcsolatról van szó, és egy összefűződésről, infúzióról van szó. Kérdeztem a Kocsismét, hogy mit jelent az infúzió, szépen tudományosan magyarázgatta a szó értelmét, mint jó latin értelem. Magyarul van az az infúzió, szóval, hogy fűzött, össze van fűzve, össze van főzve, fűzve, infúzió. Csak tanulni kell az ősgörögöt, a latin, és egyébként is meglátjuk, hogy az ős-magyar alapszavak is ott vannak azokban a nyelvekben. Én magam összeszedtem 2000 angol szót, ami magyarul ugyanaz. Tehát önök, akik nem beszélnek angolul, már 2000 angol szót tudnak. Így tanítjuk az angol nyelvet az órákon a gyermekeinknek. Így tanítjuk az angol órákon, az angolul beszélő gyermekeknek, hogy te már tudsz magyarul 2000 szót? Nem. Miért? Mert a finnugor 500 szó az nagyon fontos, és abból teljes nemzeti származású kapcsolatot lehet csinálni. Az emberek írnak, és támogatják a munkánkat éveken keresztül. Itt van a Tamana díszítőművészet. Köszönjük őszintén köszönjük a folytatódó ismertetést, az, hogy, és a ajándékozott számokat a Tamana hírlapból, és mi majd leközlünk belőle, és itt vannak a csigás, tekerős, ingás, díszítő elemek a köcsögökön és agyagmunkákon is. Ezeket mind meg kell nevezni, hogy Tamana ingás, vagy Tamana alapú a díszítő művészeti formák. Így kell ezentől mondani. És azt mondjuk, hogy az mit jelent, el kell menni Tamanába, össze kell jönni velünk, meg kell beszélni, össze kell hoznunk egy Tamana kerekasztalt tudósokkal, megbeszélni, hogy hogyan csináljuk ezen túl. Olyan gyönyörű kincs van a kezünkben, a magyar nyelvünkben, neveinkben, földrajzunkban, hogy hihetetlen, nem szabad elszabadítani. Hétmilliós lelet. A Tamana újra porondra lépett. A Time folyóirat 2002. július 22-i számában tudósítást olvashatunk a 7 millió évvel ezelőtt élt ősemberről, hát van, hogy hol lelőhelye, a Nyugat-Csád sivatagban, Toros Ménalla falu határa. Toros Ménalla Tamana névszerkezet. Nálunk Toros családi nevű. Az 1403-as Mén okiratban szerepel Kázmér Miklós régi magyar családnak egy szótara 1993. Mén 1427-ben, Vár Alla 1566-ban, ott van okmányainkban Mén Dalla, Mén Dalla, ugyancsak a családi nevű, de Mén Fő, Győr Alla, ott a dom teteje, alatt a Mén Alla, Mén Alja. Ugyanakkor Toroshely Törökországban, és így tovább mehetünk végig a világban, és a neveink így kapcsolódnak. És az a többmilliós lelet emberi értelem a képviselete megint csak egy Tamana névazonos területen található. Itt vannak bizonyos szóval Ecuadorban, Urdán helyiség, Borneóban, Matadán, figyeljük a kapcsolatokat, Urdán, Matadán, Csikdán, Csabaján, Bakaján, Tarján, Ecuadorban, Borneóban, Kárpát-medencében, Szuszakál, Pétikál, Köveskál, Ecuador, Borneó, Kárpát-medence, és így tovább. Ezt ezrében 1 millió földrajzi nevet kutattunk át.
és elemeztük, és találtuk meg azt a 7500-at eddig. Mert ugye a legtöbbje már újonnan kialakított, gyarmatosított nemek. És azt fedeztük fel az egészből, hogy minél ősibb az a terület, minél elhagyottabb vagy elfelejtett terület, elzárt terület, annál inkább Kárpát azonosságról van szó. Forma szerkezeti, a tanúskodás itt van a díszítőművészetben. Ugye milyen inkás, ugye milyen majás díszítőművészet ez. A mándi dísz jelek vannak benne, itt is, ott is, amott is. Csak meg kell tanulni a képeket olvasni. És itt vannak az öthangú zenék, Petatronik zene, öthangú zene Japánban, a magyar földön, és itt van japán zene. Elmentem Japánban feleségemmel a világbajnokságra, úgy, ahogy harmadik helyezést nyertem, és pedig azt, akit megvertem, az második helyezést kapott valahogy, én nem tudom, hogy csináltam, de nem tamanáson, az biztos. A lényeg az, hogy harmonikáztam nekik, és eljátszottam egy kis magyar nótát. Úgy tapsoltak, úgy örültek, nem azért, mert jól harmonikáztam, gondolom, hanem szinte a fülükbe mászott az a zene. A zenészeim miért nem kutatják az ilyesmit? De azt kutatják, hogy és nagyon kezdi érteni, hogy miről van szó, és reméljük, hogy sikerrel, majd hamarosan, ezt is ki lehet nyomtatni. Tessék? Hogy a plakáton is láthatók én az előadók. Igen. Azt mondja, hogy a Lommelféle Mándi csillagvonalas világtérkép így befogja a világot, és azok mind ős területek, ősi kultú területek, ahol ezek a Mándi díszjelek megjelennek, és azok tamana azonosak neveikben, családneveikben, és törzsi neveikben, és zenéjükben. Így a világ. És ott vannak a különböző szitja, Afrikában, tamana baj, Skócia, előtegészségek. Építészeti formák. Vannak a zsibok, építészeti formák, a jó magyar kerenc, ősidők óta, amióta kenyeret eszünk, amióta csak sütünk, főzünk és megbújunk az eső és a napsugár elől, hogy menekülünk, vagy az állatok elől, ilyen formákat építünk. Az, hogy ma játszadozunk velük, és így és úgy és ahogy tudjuk csinálni modern módon, szerszámokkal, az nagyszerű. De most jártunk éppen a Kecskeméten, és elmentünk a lovaglósokat megnézni, és voltak ilyen kukoricaszárból, meg napraforgószárból épített, meg nádból épített hunyó. Évszázadok, évezredek óta ez így meg. Van, amikor csontból építették, van, amikor mamutcsontokból építettek ilyeneket, mert hát az volt jó építkezési anyag, amit ott találtak, vagy levadáztak. Ki is nyírtuk. Találunk a föld alatt, a jégben néhány jégben. És ismét itt, azt mondja, Csádban. Mi közünk van a csádiakhoz? És ott van Attila város Csádban, és Attila város a perui, chilei határvonalon. Burbura, két város Csádban, és Burbura River, Kolumbiában, és ezek mind ugyanúgy megtalálhatók a Kárpát-medencében, ezek a nevek és a földrajzi nevek. Sitja River, Peruban, Sitja falu,
vagy város Csádban. Mi közük a szitjásoknak ezek a területekhez? És innen a nevek ott vannak. Szenegálban, vagy no, Csádban, bocsánat, Tobában. Így vannak a földrajzi neveink. Nézzük ide. Helynevek, területek, a földrajzi, viszonyok, a vizek és törzsek és a szigetek és sivatag és bizonyos területeken így találjuk a magyar, vagy pedig Kárpát azonos neveket.